ilyen helyeken járkál. És most gyakorlatilag... Megint. Na, akkor ugye. Oda megyünk, hogy egy gonosz tudós ellopta Plutót, és azt kell megmenteni. De ha ellopta a kutyáját, és elvileg ilyen hülye helyeken járkál, ahol még nem járkált, miért vág ilyen vidám képet? Örül, hogy ellopták a kutyáját? Vagy mi van? Jaj, de nevér. Mennyi innét. Jaj, már csontváz is jól van. Jaj, a koponyája. Majd a macska. Mindig a kávék között kell izélni. Látom, jó megbudjan kávéznál. Még kell ilyen, ne húgja. Az óra is érdekesen jár. Visszafelé. Jó. Ennyi innét. Pont olyan, mint a palettozó hagyma. Olyan idegesítő. Koponyáim egy csípet. Bezzeg az, ami az égből lehullik, az nem csíp ennyire. Ezt egyszer összetörjük, aztán eltűnik a koponyája. Csak négy csont marad utána. Ennek meg koponyája, meg mindene. Most meg ennek sincs jó. Ilyen csontokra hullik szét, miközben össze-vissza csontozódik. Jaj. Törik. Mászkálunk azt nyűszni. Na, jó van, csipé meg. Ugyan. Jaj, belagolt az óra. Vissza is törtél, látom. Na, mennyi innét, mennyi, ne, mennyi nyúnyó! Jó, van, dobd meg a fejemet. Fejemet, jó. Nem, még voltam meg. Általában a falnak a szélét, jó. Ez sem nehéz, de ha nem figyelünk, akkor elkap a csontváz. Na, itt az a feladatunk, hogy ezekből a mérgező löttyökből összerakjunk még mérgezőbb löttyöt. Úgyhogy, na, hát akkor csináljunk rossz löttyöt. Ezeket a denevéreket már könnyű megölni. Csak folyton visszajönnek. Most megöltem az összeset, lemegyek. És ott látszanak a szárnyaik, hogy ők már ott vannak. És meg is haltam tőle. Úgyhogy nagyon kedves kis denevérek. És mivel meghaltam, kezdhetjük el a löttyöt. Jaj, de jó. Mi kell gyönyörű, még mindig halálvidám, hogy ellopták a kutyáját. És meg már nem. Halljatok meg, ne bántsatok meg én. Na, hoztam. Szép piros. Ez még nem olyan mérgező, mi kell gyönyörű, meg. Jó van, csipjél meg. Csipjél meg meg, jó, úgy van. Nem tudom, miért veszélyes egy denevér, hogyha ránk vág egyet, de hát mondjuk nem csoda, én is félnék egy ekkora denevértől, ha közelembe lenne. Végre megöltem mindent. Mi az ide lett? Belehányta? Ennyi, Miki, nem ide kéne. De érdekes, mindig terpezbe áll. Furán áll a lába. A menü, jó, edd meg a menüdet. Ezt akarod meg inni? Nem tudom, biztos, hogy nem. Amúgy azért kell ezt a löttyöt csinálni, hogy felrobbantsuk, mert ott van alul a lakat, és máshogy nem lehet kinyitni. Már gonosz kutyarabló códósunk oda befalaszta magát. Látod már akkor a lakatot? És később robban fel a lakat, mint hogy ez szar. Ez értelmetlen volt, mert fordítva nyit az ajtó, akkor minek dőlt neki? Érdekes. Kacsa meg kutya, szorozva a főrészre. Nem, oszva a főrészre, bocsánat. Na, menj innét! Két fogaddal. Itt a gonosz tudósunk. A bossza. Gyönyörű zöld betyárba is száll van, most könnyen. Ne se nehéz, csak a hülye gombáim jött. Akkor dobál. Fogod a másik irányba, amit meg dobálja, akkor nem talál. Jó.
kémikus, vagy nem tudom, hogy ez. Fizikus, vagy nem bánom én mi vagy. Hagyja engem békén. Menjénét. Robondos a másik. Jó. Gyakorlatilag jól hallom, azt mondogatja, hogy kacsa? Na jó. Kutya. Mi még az, hogy nem veszi észre, ha mi kegered? Az egér is úgy beszél, hogy nem mozog a szája. Köszönjük, hogy megmentetted a kutyát. Jó. Hát akkor a játékról is beszéljünk egy kicsit. Nem rossz, de ez már nagyon kezd nehezedni, szóval én nem tudtam megcsinálni. Soha az életemben nem tudtam végigvinni. Vége már olyan szinten nehézé válik, hogy nem bírom, egyszerűen nem bírtam végigvinni. Jogos. Úgyhogy jó játék, ki lehet próbálni ezt is. Jól el lehet vele tökölni. Csak mondom, nehézé tud válni, szóval én feladtam. Kész, nem bírtam. Olyan nehéz volt, hogy nem bírtam. Szarvas. Na. Hát akkor ezt is ki lehet próbálni, erről is adok majd linket, onnan le lehet szedni. Nyugodtan ki lehet próbálni, mert ez is jó játék. Na hát akkor köszönöm, hogy megnéztétek. És ha játszotok vele, akkor jó szórakozást. Szarvas. Sziasztok!